A propaganda felvillanyozó beszélgetéseit a Volvo C40 Recharge támogatja. Úgy tűnik, újra és újra nagy kérdés számunkra, hogy különböző emberek hogy tudnak együtt valami jó dolgot csinálni, nem pedig a T-boyt erősíteni. Idén 15 éves egy nagyon-nagyon különleges zenekar, amely jó példa erre, és amely fővárosunk nevét is magában hordozza, tehát Budát és Pestet. Ebben a zenekarban nagyon könnyedén találkozik a múlt és a jelen, az underground, a mainstreammel. Itt különböző származású zenészek, különböző ízlésű emberek nagyon jól dolgoznak együtt. Farkas Robert, zenész, primás, zenekarvezetővel fogunk most Budapest bározni. Itt vagyunk a Dixie háznál, itt lesz most a nagy ünnepi koncert. Hello! Szia! Beviszel? Természetesen! Gyere! Hogy álltok? Jól álltok? Most már jól. Igen? Gyere, már itt van mindenki. Nem izgulsz? Most még nem. De nagyon elegáns, hogy mindig, hát azért ez ilyen műfaj. Farmerben az nem megy. Hát megy, de azért ilyen gyönyörű helyen azért mi farmerben nem játszunk. Ennek van de egy varázsa. Ki meg megérkezni, azért ez egy jó dolog lehet, ez gyönyörű. És már 2 éve nem játszottunk itt. Hát, ja, 2 éve. 2 éve. Húha. De ez nagy pillanat, hát akkor ez most igazi ünnep. Igen, 19-ben, úgyhogy már 3 év majdnem eltelt, hogy itt játszottunk. Úgyhogy nagyon, nagyon várjuk. Egyik alkalommal csörrent a telefonom, a vonal másik végén Farkas Robi volt. Szerbusz testvérem, Farkas Robi vagyok, Budapest bár tudom, mondom, nem, hát én figyelemmel követem a ti munkásságotokat, és hát szeretnélek elhívni az énekesek közé, és én humorosan megjegyeztem azt, hogy hát már ezt korábban vártam volna ezt a telefont igazából. Magyar sanzonok, 30-as évek és cigányzenekari kísérlet. Hát mondom, jó, oké. Őszinte sárgulást éreztem azok iránt, akik benne voltak a zenekarban. Ez egy massza, ami folyamatosan változik, és pont ennek a szépsége, ennek a különbözősége, hogy mennyire különfélék vagyunk, ez mozgatja tulajdonképpen az egész bárt valószínű, hisz egy lemezre indultunk. Azt hol tartunk? Erre mehetek? Igen, igen. Jaj, de jó. Ezek még ez igazi régi belvárosi lakás, hogy van belmagasság, van levegő. Igen, nagyon szeretem. Ez most milyen szoba? Azt látom, hogy zeneszoba, de az mit jelent pontosan? Ez a Budapest Bár próbaterme. Ó. Kimondottan így lehet kialakítva. Nem kell. Ugye nekünk a 12 énekesre nincs szükség minden próbán. Egy-egy énekessel próbálunk, és az erre bőven elegendő. Maximum duettezni még lehet. És minden irányból le van hangszigetelve, úgyhogy amikor itt van buli a Budapest Bárnak, mert szoktunk ilyet tartani, akkor itt még hajnal 1-2-kor még itt megy a zenélés, és senki nem szól. De érdekes. És itt minden hangszer a tiéd? Igen, igen. Fú, de ez egy gyűjtemény, vagy mindegyiket használod? Nem mindegyiket használom, ez a főhegedűm, amit használom. Ezt megmutatod? Igen. Ez egy francia mesterhegedű, amit használok. Oh. Ugye a Víg Színházban is ez volt legutóbb. Igen. És azon a hegedű miért van egy tölcsér? Mert az egy tölcséres hegedű. A hegedű, a trombita hegedű. Keresztezték a hegedűt és a trombitát. Van itt egy membrán, amin keresztül megszólal. Tulajdonképpen, amikor a Budapest Bár megszületik, akkor mi jár a te fejedbe? Tehát mi volt az igény, ami miatt ezt a zenekart életre kellett hívnod? Azt el kell mondanom, hogy ez nem egyedül az én fejemből pattant ki, hanem a feleségem,
aki a Budapest Bár menedzsere és producere, Gáncsi Andrea. Vele már évekkel ezelőtt beszélgettünk, hogy azt a régi hagyományt, azt a régi szórakoztatást hogyan is lehetne visszahozni, és erre akkor még nem zenekarban gondolkodtunk, hanem 2007-ben egy albumot készítettünk, ahova én meghívtam rengeteg énekest, és azt gondoltam, hogy ezek a dalok majd a kávéházakba szólhatnak, és amikor elkészült az album, akkor az énekesek kérdezték, hogy és mi lesz-e lemezbemutató. És mivel nem gondolkodtam zenekarba, akkor így, hogyha lesz bemutató, feleségemmel beszéltük, hogy akkor ezt meg kell adni ennek a módját, és nagyon jó lenne, ezt színházterembe tehetnénk meg. És a Katona József Színház adott nekünk 2007. december 19-én otthont erre, és olyan nagy volt az érdeklődés, hogy rögtön két teltházas előadást adtunk. És onnantól már meg volt pecsételve az életünk, hisz mindenki annyira lelkes volt, hogy azt mondták, hogy ez, azt mondtuk, hogy ezt folytatni kell, és ez már lassan 15 éve így van. Ugye elsőre egy-két évre terveztünk, és hogy mostanáig tart, az valószínűleg tényleg az a varázs, amit a... Hát az Andi meg a Robi egyébként, ők valószínűleg ők a tengely, tehát hogy ők a központi tengely. Egyrészt az Andi, aki ugye ezt gazdaságilag, meg valami módon ennek a logisztikát ilyen racionálisan felépítette, a másik pedig a lelki, a Robi, aki meg beszél a mi nyelvünkön, beszél a cigány muzsikusok nyelvén, és átjárása van a ezen kultúrák között, és hát szép lassan persze. Én azt szoktam mondani tréfesen, hogy mi is elkezdtünk ilyen szűkített akkordokat használni a dalainkban, szóval én hallom minden kollégámnak az utolsó 10 éves munkáin, hogy mondjuk az utolsó 10 évvel elkövetett munkáin, hogy itt játszunk mindannyian. De az, hogy itt nagyon sok ember van együtt, és együttműködik, az a zenének köszönhető, vagy nektek? Ez egy ilyen vezetői kérdés. Tehát nagyon sokszor látjuk, hogy emberek veszekednek. Egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány szó volt veszekedés köztünk. Mindenki akar valamit, aztán széthullik egy társaság. Én nagyon szerencsésnek mondhatom magamat ebből a szempontból, hisz itt olyan értelmes emberek vannak, hogyha valami konfliktus is adódik, azt meg tudjuk beszélni, és volt erre több példa is. De nincs, hogy valaki túl akar nőni a többieken, mindig az a baj. A frontember betegség. Minden énekes, ugye van saját zenek, ahol mondjuk az egójukat ki tudják élni, ha arról van szó, és a Budapest Bárban nincs rajtuk olyan nagy felelősség, olyan nagy teher. Nem kell az egész koncerten végig frontembernek lenniük, nem kell végigcsinálni nekik az egész zenekarral egy beállást, úgyhogy igazából nagyon szeretik egymást, és szórakozni jönnek is. Amikor egyik másik énekel, akkor nem csak a közönséget, hanem egymást is szórakoztatják. Hogy most toboroztam egy vokalistát, és azt mondta Misi, hogy vállalja a kihívást, hogyha vokalista távolságra tud tőlem menni. Mégis csak te vagy a lényeg. Vokalisták lesznek nagyon nagy távolságra. Tessék figyelni, a vokalista távolság az körülbelül annyi, hogy 5x5 az sokszor 5, gondolom önöknek ismerős ez. Várjál, Karcsin, átrakom a kábelt. Hát ez... Nem szoktam ennyi teret engedni egyébként a vokalistáimnak. Bocsánat, de arra vagyok művész úr. Tessék, kezdheti. Észrevettem. Itt van az Andis is, csak szólok. Bandi? Eddig szólt. Hát, csak én kellettem hozzá, hogy tönkre menjen. Aha. És szól. Majdnem megúszták ezt a számot. Egy, két, há, ha. Megtenni, amit eddig még soha nem tettél még meg. Nem tettél még meg. De mindig akartad, csak nem volt alkalmad, vagy a körülmények. A körülmények. Mi lenne, nem álltál neki? Mondd, mi lenne Isteni? Hol lennél igazán? Hol lennél igazán? Hát tényleg egy kicsit olyan, mint egy ilyen osztálykirándulás, meg egy familiának a keveréke. Tehát, hogy az elején még azért voltak nagyobb kilengések, mindig valakinek kicsit elszállt a elgurult a gyógyszere. A Robinak a felesége, mint egy osztályfőnök, tehát nagyon kemény kézzel bánik velünk, mert ennyi léhűtőt egy helyen, szóval azért ezt hozzá kell tenni, hogy azért hozzánk kell egyfajta türelem és egy kis, hogy mondjam, oda pörkölés. Vegyétek ezt!
Tehátok mindennek jó hangja van, nem? Igen. Te, és akkor most ezt lepakoljuk, és milyen csoda fog történni? Segítek neked, hogy rakom ide. Hamarosan meg fogod látni. Kérlek, menj a másik oldalra. Igen. És így meghúzzuk egy picit. Ez az. És akkor ezt így ide letesszük. Wow, már látom. Hát ez a te kis otthoni kávéházi hangulat. Hangulat, így. Jaj, megjött az én drága kis kutyuska. Szeva, az emelt fel egy picit. Szia, drágám. Itt van az én drága kis kutyuskám. Kérlek szépen, a második leghíresebb Farkas Bertalan. És te egyébként tudsz biliárdozni is, vagy ez csak a hangulat? Nem, tudok. Milyen volt a családod gyerekkorodban? Hát nagyon sok gyakorlás volt. Akkor te meg voltál ott fogva? Természetesen. Igen? Igen, igen. És hiszel is ebbe? Szigorba hiszel? Egy bizonyos szintig. Egy bizonyos szintig hiszek, nekem többe is volt részem. Egy ideig jó, aztán nem. Az én azt gondolom, hogy az a gyerekkorra is szükség van, vagy szükség lett volna. De én nekem az volt, hogy ha jártam iskolába, és ugye hétvége volt, vagy ünnepnap, na az akkor azért volt jó, mert akkor gyakorolhattam. Ti egy muzsikus cigány család vagytok? Igen, így van. És hány generációra lehet visszavezetni, hogy mindenki zenész? Nagyon sok. Hát a nagyszülők azok biztos, hogy azok voltak, és még visszamenőleg egy-kettővel azt tudom, hogy abszolút muzsikus család. Hogy mitől függ, hogy ki milyen hangszeren fog játszani? Nagyon sokszor, hogyha egy családban már van egy hegedűs, akkor mivel azt a hangszert látja, sokszor előfordul, hogy ugyanazt a hangszert adják nekik tovább, de van, amikor a gyereket valami teljesen más hangszer érdekli. Te eldöntötted, hogy én hegedűs leszek, prímás. Igen, nekem a hegedű volt első körben, aztán közben nagyon sok hangszer megtetszett, így a zongora is, a harmonika, közben a gitár, így szépen jöttek a hangszerek, de a fő hangszerem természetesen mindig a hegedű, és az is marad. Cigányság neked mit jelent? Tehát, hogy cigányok között élsz, hogy cigány barátaid vannak, vagy ez már nem is igaz? Nem, én nekem egyáltalán nem. Én nekem valahogy, ha a cigány szó eszembe jut, nekem mindig valahogy a zenével kapcsolódik össze. Nekem gyerekkoromban is, amikor még így ebben nem voltam annyira tisztább, én azt gondoltam, hogy azért, mert zenélünk, mi azért vagyunk cigányok. Úgyhogy valahogy ez nekem így volt. Utána persze, ez természetesen, ez utána már tisztán láttam, és ez tudtam hova tenni, de én azt gondolom, hogy cigánynak lenni az jó dolog kell, hogy legyen, de ugyanúgy magyarnak lenni, vagy akármilyen nemzetiségűnek lenni, azt nem kell szégyelni, avval nem visszaélni, hanem élni kell. És én mindig ezt tanultam gyerekkoromban, hogy azzal, hogy én cigány vagyok, avval ne éljek vissza, hanem éljek vele. Azt gondolom, hogy ez színes nép vagyunk. A magyar az egy nagyon színes nép, és sok pici virágszálból egy csokor szép lassan összeáll. Ez szép volt. De maradj itt. És az, hogy muzsikus cigánynak lenni, az mit jelent pontosan? Ugye nagyon sokszor a cigányságon belül is van úgy, hogy azt mondják a muzsikusok, hogy na jó, hát én már több vagyok, én mások, azért ne keverjük össze a dolgokat, ezzel te egyet értesz, vagy mit gondolsz erről? Én nem gondolnám ezt, hanem azt gondolnám, hogy a cigányság is nagyon sokszínű, és ezt a kulturálisan is más-más, és hát ettől, hogy ilyen sokszínűek vagyunk, ez szerintem ez ettől
ettől szép. Ugyanúgy a Budapest bárban is nagyon sokan vagyunk, nagyon sok helyről jöttek, és mégis együtt tudunk egy közösségbe lenni. Én azt gondolom, hogy a cigány közösség is ilyen, vagy ilyennek kéne lennie. Igen, én nem beszélnék arról, hogy cigány, nem cigány, én zenészről beszélnék. Amiért mi itt vagyunk, az egyetlen egy dolog miatt, hogy közösen valami olyan dolgot alkossunk, ami minőségi lesz. És teljesen független attól, hogy ki milyen zenekarból jött, ki milyen származású, a cél az egy. És az az érdekes, hogy nálunk nem számít, ha valaki jobboldali, valaki baloldali, valaki liberális. Szóval ez egyáltalán nem. Nagyon jókat szoktunk beszélgetni. Tehát mi nem esünk egymást. Mi meghallgatjuk a másikat, és el is fogadunk tőle valamit, ha valami olyat mond. És vannak olyan pillanatok, amikor már nem érdemes beszélni, és akkor a zene még mindig tud érvényes lenni. Igen, és ez mindenhol ugyanaz a világon, tehát bárhol azt mondod, hogy adj egy át, az ugyanaz. És egy csomó olyan dolog van a világban, amiről egyszerűen nem tudunk így közös nevezőre jutni, hogy az mi. Te mondasz egy fogalmat, és akkor mondom, hogy hát az valami nagyon rossz dolog. De úgyis, az a legjobb dolog a világ. És mindenben ez van, és ebben meg az van, hogy a zene az egy közös nyelve a világnak. Bemutatod a bandát, vagy bemutatják magukat így? Szevasz, te mióta vagy a bárba Budapestben? 2007 óta. Akkor te alapítottad meg. Igen, én 9 évesen kerültem be, én vagyok a legfiatalabb a zenekarban. Egyszerre te mióta vagy a zenekarban? Én a zenekarban most már 10. hónapja. De itt volt egy nagy volt itt egy nagy váltás. De akkor vannak változások. Ő egy nagyon új tag a zenekarba. Szevasz. Képzeld el, hogy mi az édesapjával játszottunk hosszú évekig, és generációváltás történt, úgyhogy a legifjabbik Kisvárit üdvözölhetjük, Kisvári Bencét. És te Robit, te mióta ismered? Robit? Kérlek szépen. Szerintem olyan 4-5 éves korom óta, ugyanis az ő szülei, és a Robi is, az én nagyszüleim házában laktak a 7. kerületi Kertész utcában. Oh. Úgyhogy én még csókolammal köszöntem nekem, amikor megláttam. A Prímás az a zenekar vezetője, és ő áll elől. Igazából ez a Prímásnak a definíciója. De gyerekkorodban voltak ilyen vágyait, hogy mondjuk szeretnék a 100-tagú cigányzenekar Prímása lenni. Ez nagyon jó, hogy mondtad, mert amikor én 8-10 éves lehettem, akkor megláttam a 100-tagú cigányzenekart a televízióban, és tátott szájjal néztem és hallgattam, és azt mondtam, hogy én itt szeretnék játszani. És később ez az álom tényleg valóra vált. 14 évesen kerültem be a zenekarba, és 18 éves koromban lettem az egyik vezető Prímása a zenekarnak. Bravo! Ezeknek a régi daloknak, amit ti is játszottok, mi a titka? Tehát, hogy mi az, amitől még mindig működik a dolog, olyan, és... Olyan dallamvilág, ami fülbemászó, először meghallod, és már dúdolod, mint a régi operaslágerek, hogy a Verdiből is énekeltek részleteket az emberek, úgyhogy úgy a fülébe maradt, és ezek a dalok is olyanok, hogy
meghallod, és rögtön a füledbe marad, és olyan szövegük van, nem bonyolult szövegekre kell itt gondolni. De mégis van benne valami költészet. Tehát, hogy egyszerűen van fogalmazva, nem bonyolultan, de mégis van benne valami olyan millió, valami olyan megfogalmazása a dolgoknak, ami nem közhelyes, nem olyan, mint egy mai rádiós láger, hogy elhányom tőle magam. Szerintem ez kicsit olyasmi, mint az újságírói munka, és úgy is kell felfogni, hogy a dalok azok a mának írodnak, de egy jó cikket azt még 70 év múlva is el lehet olvasni. Az, hogy egy Lovasi András elénekel egy bugiat zongorán, vagy mit tudom én, vagy a Kis Tibi elénekli ezt a nagy szerelmet tőled kaptam én, annak van egy olyan hangulata, amit nem tudok egyszerűen szavakba kifejezni. De ez, hogy ezt látni és hallani kell. Mint a legjobb példa erre a kultúrmisszióra, amikor a Fishing Fesztiválon 20 év körüli gyerekek a Liszt rapszódiára pogóztak a porba. De olyan erővel és olyan elszántsággal, hogy majdnem megkönnyeztem. Azt gondolom, hogy a régi fajta szórakoztatózene és a mainak jó értelembe vett szórakoztatózene, a mainak valamilyen ötvözete mindenféle irányokból. Úgyhogy nem tudom, egyébként a Budapest bár az olyan, hogy így megéljük, meg így megyünk, jövünk, lemezeket csinálunk, koncertezünk, és hogy most így megkérdezed, hogy tulajdonképpen mi ez, hát fogalmam sincs, de nagyon szeretem. Budapest bár az a te családodnak a része, mert van olyan énekes, aki azt mondja, hogy neki ez egy nagy család. Nagyon boldog vagyok ettől. Ugye nekünk nincs gyerekünk a feleségemmel, és én azt szoktuk mondani, nekünk ez a szerelem gyerek, a Budapest bár. Úgyhogy abszolút a család része. És milyen szép gyerek. És a zenekar fantasztikus vezetője, Farkas Robert! A Propaganda felvillanyozó beszélgetéseit a Volvo Cénegyváricsárs támogatja.